Sziasztok drága hallgatók! Az utazási podcast hatodik részében magyar örökségek után indulunk a nagyvilágba. Vajon hogy lesz egy baráti látogatás ötletéből egy tévéműsor? Pont úgy, ahogy egy jogászból műsorvezető. Kell egy ötlet, egy elszánt lelkes csapat, rengeteg kitartás és munka. A végeredmény pedig egy tévésorozat, aminek 2020. januárjában már a harmadik évada érkezik. Kurucz Dani a műsor egyik kitalálója és műsorvezetője mesél nekünk a kalandokról és nehézségekről. Hungarikumokkal a világ körül meg! az Dani, üdvözöllek a műsorban. Hello. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Na, hát ezt nevezem én egy lendületes beköszönésnek. Itt vagyunk az ingénben, hogy tetszik el, mondtad, hogy itt laktál, de hogy még nem voltál itt, ugye? Ö, ezt én átételesen mondtam, tehát hogy a környéket belaktam ugye az elmúlt húsz évben, de itt pont még nem voltam, de hogy elnézem, még szerintem járok itt. Fogsz még? játszol? Igen. Hát muszáj volt leszokni róla, mert így azért nagyon nehéz sok mindent csinálni, hogyha így rá szoksz játékra. Nekem a, a kód meg a romtotávál volt egy ilyen drog, és nagyon nehéz volt elengedni. De egy az egyetem végére sikerült. Hát akkor gratulálok. Köszönöm szépen, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy én csak inni járok majd ide, ha hát nem baj. az se rossz, tehát az is lehet. Úgyhogy hallgatok meg, hogy valaki erre jár, Klauzál utca 26-28, gyertek bennézzétek meg a játokat, igyatok egyet, lehet, hogy Danival is találkoztok, aztán itt tudtak együtt inni egyet. Igen, végül a fröccs nagyon jó, úgyhogy erre minden esély megvan. Jó van, na de nincs csak időnk, úgyhogy ugorjunk is bele most már a harmadik sorozatot csináltátok, hungarikumokkal a világ körül, utaztatok eleget. Kezdjük az elején. Hogy indult? Hogy kezdődött az egész? Mert hogy a pályád egyébként jogász, aminek semmi köze az egészhez. Hát igen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Az a durva, hogy ezt nagyon sokszor megkérdezik, és szerintem még Ugyanazt a választ nem adtam erre a kérdésre. Aha. De ugye kötelezett feltenni, mert ha valaki nem ismer, Igen. akkor tudja hova Igen. rakni. Igen. Hát alapvetően ez úgy nézett ki, hogy nekem volt egy nagy törés az életemben, ilyen 16 tavasszal, és a legjobb barátommal, akivel az első évadot csináltuk, már régóta terveztük, hogy kimegyünk a hugát meglátogatni Sánkhájba. A Lillát. A Lillát, uh -huh. aki innen kapott kedvet egyébként a vlogoláshoz, és ahogy terveztük ezt az utat, Ö, ja, igen, tehát hogy nem repülővel akartunk kimenni Sánkháig, és akkor így lenézni a gépből, hogy jaj, ott Szibéria van, meg, meg a bajkátó, hanem kezdetektől fogva mi a transzibéri Expresszel akartunk menni. És akkor én meséltem erről a, az útról a nagybátyámnak a, a szülinapján, a nagybátyámnak, hogy hát ezt tervezzük. És mondta, hogy hát ez, Tani, ez egy kurva ötlet, de miért nem visztek egy kamerát? És fölveszitek, és van belőle egy műsor. Na most a Péter ezt azért mondtam, mert ő 30 éve tévézik, és mindenféle ilyen műsort csinál az rtr a TV2-re, mindenfelé. És, és akkor elvittünk egy kamerást, ő volt a Gregs Gábor, akivel azóta is csinálom a, a műsort. Úgy ismertük meg, hogy ő az előtte lévő operatőr rendezőset három héttel az indulás előtt kiesett. És akkor a Gábort valaki beajánlotta, leültünk egy sörre, baromira nem voltunk egymásnak szimpatikusak. <laughs> Ennek ellenére most már ez a negyedik év, hogy együtt dolgozunk és most már tervezzük ugye a következő évadot. De most már jobb a kapcsolat, nyugtass meg. Persze, sokkal. sokkal, de, de ő, ő, egy ilyen fogadott széke egy gyerek, tehát ő csak akkor beszél, ha kell, én meg elég sokat beszélek. Tehát így mondjuk van az az alkohol szint, hogy túl beszél engem, de addigra általában fáradtak vagyunk. És Hát amikor elindultunk erre az útra, akkor szinte semmi nem volt még biztos. De a koncepció meg volt már, hogy hogy ezt a persze. magyarokat kutatjátok fel? Persze, persze, az, az, mindig is meg volt. az mindig is meg volt. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2017 januárban megvettük a jegyeket. És akkor onnan már nem nagyon volt visszaút. Elkezdtük szervezni a kontenteket, szerkesztettük magát az ötletet, ami mindig is az volt, hogy megkeressük a magyar vonatkozású dolgokat, kulturális értéket, szobrot, embert, diaszporát a nagyvilágban. És nekem erre mindig is volt affinitásom, mert egyrészt voltam a Körösi Csomó Sándor programnak az első ö, ilyen etapos ösztöndíjesa uh -huh. Bostonban, és ö, azért az eléggé lenyűgöző volt, amikor még egy a 45-ös emigrációból, az 56-os emigrációból a Ceausescu időszakból elmenekültekkel lehetett interjúkat készíteni, beszélgetni, illetve én a határon túli magyarokkal foglalkoztam, mint jogász, abból írtam az évfolyam dolgozatomat, meg otdk és ők ugye nagy számban vándoroltak mindig el. És amikor ezt a témát kutatod, akkor van valami kis romantika benned, hogy megértsd, hogy ő miért ment el a hazájából. És ez tök mindegy, hogy Nyíregyháza vagy éppen Sepsiszentgyörgy, de ezek az élettörténetek engem mindig nagyon érdekeltek. És hát ezekkel találkozunk az út során. Tehát amikor Johannesburgba találkozok egy második generációs magyarral, vagy mondjuk Vietnámban találkozunk a magyar vietnámi baráti társasággal, és mondjuk magyarul énekelgetnek nekünk, de úgyhogy semmi köze nincs a magyarokhoz, csak ott tanult 40 évvel egyetemen, Aha. és azóta is imádja az országot, akkor, akkor, akkor ugye mindig libabőrös vagyok, és még most is. És ez a koncepció, ez remélem nem is fog változni, a Hungarikum név az ö, onnan jött, hogy egyszer nem találtunk egy jobb nevet erre, erre a fogalomra. De mi a baj a névvel? nem tök jó. Ö, nagyon sokszor félrevezető, tehát hogy nekünk vannak Hungarikum szponzoraink, meg nagyon sok Hungarikumot is használunk a műsorban, ugyanakkor nem arról szól, hogy mi beunikumozva gyulai kolbászt eszegetünk ö, meg, meg, meg nem tudom, közben a herendiből iszunk az Unikumot, hanem, hanem sokkal inkább arról, hogy ezek a dolgok velünk vannak, és hogyha tudjuk, akkor megismertetjük mm -hmm. másokkal, még akkor is, hogyha nem akarjuk, de ezt majd elmesélem a kedvenc történetem, az pont egy Unikummal kapcsolatos. Csak nem Kínában, amikor... Nem, nem az? Nem, Namibiában volt, de azt is majd okay. elmesélem. Szóval, hogy maga a koncepció az mindig is adott volt, ami nagyon-nagyon nehéz volt, hogy hogy tudunk csinálni ebből úgy egy műsort, hogy közben nem kerülünk az adósok börtönébe. Aha. Mert hogy azért az elég nehéz. Hát Magyarországon gyors, gyors nagyon gyors szponzorkeresés. Hát na is kiad egy 26 éves jogásznak, meg a 27 éves újságíró haverjának arra pénzt, hogy csináljanak egy műsort a Tv2-re, ami akkor még be se fogadott minket. Úgyhogy ezúton köszönöm Marcinka Péternek a TV2-nél, hogy látott bennünk annak idején fantáziát, és a Super tv 2 befogadták ezt a műsort egy erdélyi haveroknál forgatott pilot alapján, ami borzasztó volt szerintem. És ilyen sikerült. Szóval sikerült. A harmadik vannak csodák. Tartatok, úgyhogy. Azért mondom, hogy vannak csodák, csak nagyon kell akarni. Tehát De meg... És akkor mi volt a titok szerinted? Vagy miért sikerült ez? Hát... Sosem adtuk föl. Tehát amikor kaptunk egy pofont, és nagyon sok pofont kaptunk az elején, akkor sosem adtuk föl, és mentünk előre, és 19-re úgy húztuk lapot, hogy vakon. Aha. Tehát, hogy volt úgy, hogy úgy mentünk el, hogy nem volt szerződésünk a tévével, a legtöbb szponzor nem is fizetett. tehát csak Zsebből? Később... Igen. Hogy... Aha. Tehát és hogy lesz úgy valami. voltunk vele, hogy akkor is meg fogjuk csinálni, és aztán végül összejött minden. Emlékszem, hogy még 17 karácsonyán még nagyban csináltuk a műsort, úgyhogy le kellett volna már hetekkel korábban adni, és január 4-én vagy 5-én került adásba. Ti csináltatok mindent? Mindent, azóta is. Tehát, hogy te vágtál? Nem, vagy. Nem. vagy... Bocsánat. Hát nem, úgy néz ki, hogy. Ha minden, Erről csak igen. gyorsan, mert inkább majd beszéljünk a sztorikról, mert igen, nem, mi szóval, történik. Hogy, tehát szerintem ilyen modern polihisztorok nincsenek, tehát Herman Ottoval ez a műfaj az így meghalt. Ö, ke kellett nyilván szerkesztő, meg vágó, meg grafikus, és akkor ezeket megpróbáltuk megoldani a lehető legolcsóbban haverokkal, ismerősökkel, amiből nyolc nagy összeveszések is tudnak lenni, meg lettek is, de alapvetően mi főleg szerkesztők, gyártásvezetők ö, vagyunk ilyenkor, abban viszont elég sok feladat tud lenni. Tehát mondjuk leimélezni, hogy ő Vietnám egyetlen magyar éttermébe el tudjunk menni, kigyópaprikát csinálni a tengerparton, hát az nem egyszerű dolog, de ez sikerült. Tehát, hogy ezeket a dolgokat ki kell találni, és utána meg kell valósítani. De sokkal nehezebb, mint utána megvágni magát a műsort, mert hogy bár nincsen forgatókönyv, de dramaturgiailag azért csak van egy szerkesztett anyag, amivel kiutazunk, és az alapján majdnem kronológiaiba a kronológiaiba megvágod. De a maga tematikát, történeteket, azokat te keresed, talál, te találod meg, vagy van mondjuk egy háttércsapat. Most már van egy háttércsapat, most már most már eljutottunk odaig, hogy a harmadik évadnál is félig meddig már volt egy, a negyedik évattól pedig már hatványozottan. Most már azt mondom, hogy profik vagyunk ebből a szempontból, mert így tudjuk, hogy mit akarunk. Általában eddig ez nem így nézett ki, tehát hogy mint MacGyver gyútkoz útközben kitaláltuk, sokszor volt egy koncepció, egy ilyen abstrakt, és akkor ahhoz próbáltuk a gombot varni. Jó, ugorjunk bele a sztorikba, mert tényleg mondhatod, hogy nem sok idő van. Az első volt a trans Express, ahol egyből az első, azt hiszem két részen keresztül szívtak ott a vonaton. A teson végigment rajta, én nekem kimaradtam, tudom, hogy bánjam, vagy örüljek neki, szerinted? Mivel nekünk már nincsen katonasság, ezért mindenkinek javaslom, hogy menjen el, szenvedje végig, baromi drága, de részek kirgizekkel nagyon ritkán lehet úgy vitatkozni, hogy közben a tacsikokat szídják oroszul bevodkázva. Tehát Aha. ezek olyan életélmények a harmadosztályon, hogy soha még egyszer nem lesz ilyen. Annyira nem volt rossz, mint szerintem az első részben mi ezt átadtuk. Nekem összességében tetszett, de még egyszer el mennék. A tesó még és azt mondták, hogy megérkeztek, hogy felülnének és visszajönnének még egy kört, mert ott utálták minden egyes pillanatát, hogy koszosak, mocskosak, nem tudnak fürdeni, stb. 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 De valahogy a, olyan jó társaság jött össze, meg a jó élmény volt, hogy utána azt mondták, hogy ezt, ezt így még egyszer bevállalnák. Hát én is ilyen romantikával tekintek rá vissza, de mondom, még egyszer nem csinálnám Aha. meg. De az ezer százalék, hogy a halálos ágyamon, ha lesz néhány dolog, amire emlékezni fogok, akkor ez ez. Nem pedig, amikor, mit tudom én, egy ilyen fenszi szállodában szálltunk meg. Tehát az nem egy élmény. Ez az. Uh -huh. És mi volt az első forgatási pillanatok, percek? Mert hogy ugye nem volt tapasztalatod. Mondtad, hogy csináltatok egy pályatotként Romániában. Aztán ott élesbe hirtelen oda tartották neked a kamerát. És én ezt át tudom érezni, mert ugyanezt történt, csak mi éppen Toraj mögött vágták a bivajokat, és akkor András barátom odafordította a kamerát, hogy mondjad. Hát szerintem akkor te pontosan tudod, hogy ez milyen lehetett. Szerencsére nekünk az Unikum az egyik szponzorunk, úgyhogy ezt úgy oldottuk meg. Alkohollal? Alkohollal, pontosan, pontosan. Tehát, hogy az alkohol csodákra képes. Most ez lehet, hogy ciki, nem ciki. Ez szerintem máshogy nem lehet elkezdeni. Én megmondom őszintén, visszanézve az első évadot, meg akár a másodikat is, én mindig azt látom, hogy én szerintem semmit nem fejlődtem. Mert, mert, nekem nem ez a szakmám, tehát én ehhez nem, te, nem, nem, értek. Én el tudom mondani őszintén, amit látok, amit gondolok, azt is szoktuk mondani, hogy ez egy őszinte műfaj. Tehát nem azt fogom elmondani, amit az újságokban olvasok, hanem amit látok, tapasztalok. De ehhez az kell, hogy meglegyen ez az őszinteség, kvázi ilyen ártatlanság. Ha ez nincs meg, akkor onnantól kezdve megpróbálunk színészkedni, ilyen modorosak leszünk, amit meg borzasztóan utál szerintem mindenki. Életszagú. Igen. Na most akkor lesz életszagú, hogyha ha magunkat adjuk. A karakter az pedig olyan, mint, 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 mint én vagyok és hogyha, vagy, vagy annak, mint, mint a balás, tehát hogy, de ez nagyon, nagyon látszott is, hogy, hogy máshogy éltük meg azt a, a Express-t, de ettől volt őszinte, szerintem ettől volt jó az, a, az, első részünk, főleg ugye az első résznek azt szerintem azért volt jó, mert egy pillanatig nem akartuk megjátszani magunkat, és ezt a koncepciót azt tartjuk azóta is. De megmondom őszintén, a legjobban a műsornak ilyen, ilyen, ilyen hozadékait szeretem a legjobban, amikre így nem készül fel az ember. Szóval a kedvenc sztorim, azt a apámnak mindig elmesélem, mert a kommunizmusban, amikor ugye nem tudom, négy évente lehetett elmenni az országból, akkor mindig ment a keresztapámos Védországból, és akkor vitt egy teljes zsigulinyi szállítmányt, ugye magyar kajákból a kis Tokhomba. És akkor volt egy nagyon hasonló története, és azóta azt hiszem, hogy én ezt kammantottam, Pedig ez úgy nézett ki, hogy az Unikum, mint ugye szponzor, adott egy adag, azt mondom, egy Rekes Unikumot, és a délafrikai Namib határon voltunk, ahol a magyar útlevél az egyetlen olyan útlevél szerintem a világon, ahol nincsen ráírva angolul, hogy hangeri, tehát hogy csak úgy Magyarország. Útlevél. Igen. <laughs> Nagy betűk. Igen, na most ez nem mindig segít, tehát hogy ott, na, mi bihában nem értették, hogy... Magyarország, hát nem tudják, hol van. Akkor oda mentünk a Google Maps-hez, beütöttem, és ja, a hangeri. Na, két óra ilyen után, már mentünk volna el, amikor egyszer csak utánunk jött a vámos, hogy vám. álljatok meg, nem mondom, ez király, kinyitja a csomagtartót, és Isteni érzéke pont oda mutatott rá, ahol amúgy le volt akarva az Unicum. Hát nem, nem, ez szuper lesz. Kinyitotta, és sima mi? Hát mondom, ez gyógyszer. Hát ott van a kereszt, nem látod? Mondja, hogy nem, 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 ez nem lehet gyógyszer. De most kóstold meg, ez egy gyógyszer. Jó, megkóstolja. Megkóstoltam, hogy fúj az alkohol. Mondom, jó, jó, jó de egy gyógyszer is. Ez egy gyomorkeserű. És mondja, jó, de van benne alkohol, és ebbe az országban csak egy literig lehet bevinni alkoholt, és ez még majdnem tíz. Egyenként. Vagy nem? fejenként egyébként, de akkor sem jött ki a szám. És akkor mondtuk, hogy igen, de nekünk, mi magyarok vagyunk, tehát nekünk ezt, ezt, minden nap kell inni ebből. Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ti alkoholisták vagytok? Mondom, igen. És akkor így átengedett minket. Jó, jó hangzik. Kínába cserélgettétek, hogy az utcán volt ilyen unikum kínálat, vagy valamit akartatok bartelezni a helyekkel unikumért? Igen, elcseréltünk egy békát. De ezek ott a hirtelen jött ötletek, vagy ezt így terveztétek? Azt terveztük. Azt ezt az is már így az unikum hatására, hogy mikor reggel Jó, azért az annyitottató. Az egy... Tehát azért nem, nem kell ezt úgy elképzelni, hogy mi végi illuminált állapotban voltunk, mert úgy azért nem lehet leutazni 20 ezer kilométert, meg nem meghalni. De az egy, az egy ilyen koncepció volt, hogy csináljunk majd egy ilyet, de hogy ez pont hmm. úgy jött össze, ahogy, hát ez nem volt eltervezve. Aha. Most olvastam az előbb rólatok, hogy azért volt egy-két, főleg Afrikában egy-két szivatós határátkelés, ahol meg kellett kenni a határőröket, illetve... Ó, én ilyet soha nem mondtam, meg nem is mondanék, de hát nyilván... De nyilván itt négy szem közt vagyunk. Hát ő, nagy mázló, én nem a harmadik évadból kérdezted meg iránt, mert az... Az lett az, az az, az, volna a következő kérdés. Sokkal kérdés elmesélem, de a, a, afrikában a határátkelések azok azért borzasztóak, mert hogy a legtöbb országban nincs ez a Carnat de Passage nevű intézmény, amit ez a volt Tanganyika országok, tehát ez a kelet-afrikai országok művelnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekben az országokban, tehát Tanzánia, Uganda, Burundi, Kenya, meg nem is tudom micsoda, talán nem, de te nem tudom, hogy mi még, de oda kell egy külön papír. De ezt sehol nem mondják el, nincs kiírva sehol. De ez nem a vízum, hanem Na, ez csak ki... Ez az autóra az autóra. És ugye ah, nekünk az a koncepció, hogy mi nem megyünk repülővel, csak ha nagyon muszáj, most Afganisztánban sajnos kellett egy, egy ilyen, ö, ilyen kivételt tennünk, de Afrikában, amikor beléptünk a, a Tanzán határa Mozambikból, akkor volt egyébként ez a komptörés, de most abban nem menjünk bele, tehát ott vesztegeltünk egy teljes napot egy kompon, egy kilométerre a parttól, mert hogy belement a, az, a pályba a komp, és körülöttünk krokodilok, víz elmegy, tehát elég érdekes dolog volt. És akkor mondta a határőr, hogy hát itt ti nem tudtok bejönni, mert hogy a kocsinak nincsen papírja. És mondom, milyen papírja? Hát az a Carnat És az mi az? És akkor mondta, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy a kocsi értékének nem tudom, 50%-át le kell tenni kaucióba, plusz ki kell fizetnetek kb. 1 millió forintot. És mondtuk, hogy aha, hát nem fogunk. És ezen végül kisírtuk magunkat, mert három nap múlva emelkedett meg annyira a vízszint, hogy, hogy, hogy be tudtunk, vagy visszatudtunk volna egyáltalán menni Mozambikba, ez a Ruvuma folyó ahol egyébként barom is sok víziló, meg krokodil van. És akkor megesett rajtunk a szíve, mert azt mondta, hogy ő itt körülbelül tíz éve ilyen határőr parancsot, de még itt fehér embert nem látott, szóval jöhetünk. De ugye ez csak egy ország volt, onnan nekünk még át kellett menni Kenyába, és a kenyai határon meg szintén fennakadtunk, viszont egy árvaházba, egy magyar fenntartású árvaházba vittünk adományokat. Ez a, 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 a Tajta Alapítvány által fenntartott árvaház. és, és akkor nagyon nagy mákunk volt, mert a, az egyik határőr végül azt mondta, hogy jó van, menjetek át. Megesett rajtunk a szíve, hét és fél órával később, és a sötétbe kaptunk hat defektet, míg odaértünk. Ez így működik egyébként, hogy megesik a szíve rajtatok, hát és mehetsz. Próbáltam nagyon virágnyává fogalmazni. Értem, értem. De ha már feldobtad ezt az iránt, akkor <laughs> saját magadnak dobtad fel ezt a labdát. Hát Iránban Hát ez az egyik legjannuszarcu ország. Elmesélheted az egész Irán sztorit egyébként. Nem, nem akarod? Nem akarom. Lesz a filmben? Lesz persze. Csak ezt akartam mondani, hogy Irán az egyik legjannuszarcu ország, amit valaha láttam. Elképesztően kedvesek, nagyon szeretik a magyarokat. Ö... Tarbélát. Tarbélát. Én nem mindenkitől azt hallom, hogy ha találkozik egy iráni egy magyarral, akkor az első dolog az, hogy Tarbéla. Hát. Ö biztosan sokan ismerik Tarbélát, de a 83 milliós országból nem vagyok benne biztos, hogy mindenki Tarbélára gondol a Magyarisztán hallatán. Vagy a másik a pornó, amit hallottam. Náluk szigorúan tilos. Tehát az van, hogy az, hát a, Te az... most az iráni diaszpóráról beszélsz, ilyen rengeteg iráni lakik Iránon kívül, ők teljesen mások, mint az iráni iráni, mert ott azért egy diktatúra van. Az oké. Okay. És az iráni iráni, aki ugye nem nagyon jut mondjuk Google-höz, vagy ilyen dolgokhoz. De hát nekik meg vannak is saját kis öm underground dolgaik. Tudja, hát hogy tilos az alkohol, de mindenki otthon főzi a sört. Mm. Én ezeket csak hallottam, saját tapasztalatom nincsen, de én éneket hallottam. Na most nem akarok ennyit spoilerezni, de például az örmények csinálhatnak bort, és ö, mi konkrétan belementünk egy ilyen játékba, hogy ö, egy örményen keresztül az éjszaka közepén egy külvárosba elmentünk ö, vörösborért. Uh -huh. Ezért három év börtön jár és hát mindegy, majd nézzétek meg, elég izgi volt, hát a, az este egy pontján nem tudtuk, hogy most a vesénket veszik ki, vagy csak berugunk, de, de nagyon érdekes, hogy működik amúgy a, a társadalom egy ilyen, ilyen, ilyen szorításban is. Nekem nagyon érdekes volt irány, mert az emberek elképesztően aranyosak és kedvesek. Ha politikáról van szó, azt meg kerülni kell, mert ott meg megbolondul mindenki. De nem csak azért, mert hogy politika, hanem azért, mert Irán, és azért mondom, hogy egy Andoszarc ország, egy állam van az államban. Tehát most, anélkül, hogy Madácsnak a londoni színjét itt most boncolgatnánk, képzeld el, hogy van egy kormány és van a forradalmi gárda. És a kettő az nagyon nem egyezik egymással. Tehát így lehetett az, amit le is írtunk az úti naplónkban, hogy nekünk bár volt forgatási engedélye felérő sajtóvizumunk, de nem adtak forgatási engedélyt, amit az utazásunk előtt egy nappal mondták, hogy amúgy ezt kéne. Hát az ugye elég nehéz. Igen, és akkor megmondták, hogy melyik cégtől kell és mennyibe kerül. És mondtuk nekik, hogy aha, lófaszt. Tehát, hogy ennyi pénzt mi nem fogunk azért kiadni, különösen úgy, hogy fél évet tudjátok, hogy jövünk, meg készítjük elő, meg minden. Úgyhogy majdnem lecsuktak minket az út felénél irányban, amikor így, tehát már oda szóltak a, a sofőrünknek, hogy, hogy nem vihet minket tovább. Uh -huh. csak vissza kellett ez, ez volt az, amikor jött a titkos számról a telefonhívása a, a sofőrnek? A, a, hogy... aztán az egész, mind a három évadból ez volt a legizgibb pillanat, mert azért ott, Irán közepén, amikor az amerikaiak majdnem háborút indítottak éppen, nem nagyon tudtuk, hogy mit kéne csinálni, úgyhogy akkor nagyon hidegvérűnek kellett lenni. És akkor jegyzem meg, hogyha nincsenek nagyon rendes, kedves iráni emberek, aki mondjuk befogadott, elintézett néhány telefont, vagy például a magyar külügy. Tehát mondjuk a nagykövetségről konkrétan kijöttek, és azon a tárgyaláson, ahol végül megkaptuk azt a forgatási engedélyt nem kevés pénzért, az asztal csapkodták miattunk, hogy hogy azért így nem lehet bánni velünk, úgyhogy ráadásul van nekünk vizumunk, meg minden. Mindezt úgy, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt addig az iráni hatóságokkal. Mm -hmm. Csak ugye az egyik az a kormánytól van, a másik pedig a forradalmi gárnától. Mm -hmm. Ti alapvetően így mentetek, hogy újságíró igazolványjal, és nyíltan vagy volt, ahol rejtett kamera, és nem bejelentve az, hogy ti forgatni mentek. Hát A Afrikában ez... mint hogy kicsit úgy olyan érzésem lett volna, hogy ott, ott nem hiszem, hogy minden országban kértetek engedélyt. Ez egy nehéz kérdés, mert nem annyira mindig tudok bele, válaszolni. Mindig mindig a... jó, Na, nagyon jól csinálod, én is éneket kérdeznék, de ugye nem mindenre válaszolhatok. Az a lényeg, hogy ott kértünk mindig forgatási engedélyt, ahol egyébként úgy is tudták volna, hogyha megyünk és nem kérünk. Tehát még Türkmenisztánban, meg Iránba, ahova bejutni is nehéz. Ha elkapnak kamerával, akkor az börtön. Ha elkapnak drónnal, az még több börtön. Most ehhez képest mondjuk mi Türkmenisztánban tudtunk drónozni. Uh -huh. Tehát tíz éve nem tudott ilyet csinálni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy jó döntés volt, hogy mi őszinték voltunk, és megpróbáltunk a lehetőleg korrektebbek lenni jogilag. De van ország, ahol ezt meg sem kockáztatjuk, és kérlek, ne kérdezd meg, hogy azok a, mely, melyek azok az országok, mert tudjuk, hogy nem értik meg, és... Van tippem, de megtartom magam. De meg. mondok egyet, oda még nem is tudtunk elmenni, mert akkor adták meg a vízumot, amikor már visszajöttünk, Pakisztán. Tehát, hogy a pakisztániak meg voltak arról szerintem győződve, hogy mi indiai kémek vagyunk, mert hogy mi ugye Pakisztánon úgy akartunk végigmenni autóval, Kínából végig Indiába, az egyetlen szárazföldi határon, a Vahagétnél jöttünk volna át, hogy mi kértünk drónra is engedélyt. Amire kaptunk mindenféle támogató levelet pakisztániaktól, magyaroktól, tehát, és mondták, hogy persze, 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 azt mondom, ötször adtuk be a vizumot, az ötödikre megadták, úgyhogy augusztus, nem tudom, hanyadik eljöttünk jöttünk haza, és szeptember elsőjén kaptuk meg, tehát valami ilyesmi volt. Tehát, ha ott mondjuk nem kértünk volna vizumot, akkor valószínűleg be tudtunk volna menni. Mármint, ha nem kértünk volna forgatási engedélyt, akkor be tudtunk volna menni. Hogyha benne kapnak, hogy ti drónoszal forgattok, akkor. Na, mondjátok csak. Csak ezt nagyon nehéz belőni, hogy melyik ország milyen, úgy, hogy nem voltál még ott előtte, és ugye ez nem Európa, tehát Igen. itt mások a játékszabályok, abszolút. Nekünk most pont ez volt a nagy kérdés, hogy mentünk itt a forgatni, és hogy vigyünk-e drónt, mert hogy a drónt engedélyeztetni, ez egy fél éves procedúra, ami időnk már nem volt, azt nem tudtuk megcsinálni, viszont nagyon jó lenne a drónfelvétel, viszont hát, hogyha nagyon a világ végén drónozunk, akkor senki nem látja, és ott meg tudjuk csinálni, a drón elvileg be lehet vinni, de reptetni nem lehet, engedi biztos, hogy nem fogunk kapni, stb. stb. Mi inkább azt mondtuk, hogy inkább nyugodtan akarunk aludni, és itt hagytuk. Hát, én, elv én elvittem volna. Én elvittem volna, már csak azért is, mert Magyarországnak van egy borzasztó nagy hibája, hogy megszűnik a a, hát korábban Bécsnél, most már Londonnál a, ugye a világlátásunk. Ez két, két dolog miatt problémás. Egyrészt, hogy keletre valamiért senki nem akar menni, pedig sokkal érdekesebb. Másrészt pedig azért probléma szerintem, mert nagyon ugyanaz a szocializációs körünk. Tehát, hogyha mondjuk elmegyek Iránba, anélkül, hogy előtte lett, az első évadot leforgattuk volna, akkor jó él, egy hét után visszafordultunk volna. Így viszont be tudjuk mutatni a magyar nézőknek azt, hogy mennyire kulva jó Irán, mindannak ellenére, ami, ami ott történt velünk. Mert nem a személyes sérelmek ott a lényegek, én úgy gondolom, hogy nem is érdekli ez az embereket, szóval ezt amennyire lehet majd megpróbáljuk ki is vágni, hanem az, hogy bemutassunk egy több ezer éves kultúrát, egy olyan országot, amiben amúgy egyszerre vannak zoroastriánusok, még mindig örmény, keresztények, zsidók, ezek a világ legrégebbi nemzeti kisebbségei, meg kulturális, vallási kisebbségei, és ez sokkal érdekesebb annál, mint hogy én dekadens európai, nyugat-európai emberként nekik ott tök, mindegy, hogy kelet- közép vagy közép-európai vagy, európai vagy, milyen kis csipcsup problémáim vannak. Úgyhogy én mindenkit tudok arra biztatni, hogy ha egy kicsit megunta a nyugatot, akkor egész nyugodtan menjen el keletre, sokkal érdekesebb, meg sokkal változatosabb. Ott a hamburgert nem sajtal meg békön eladják, hanem olyan kajákat adnak, amiknek sem bírsz egyezni, mert annyira más. Hát a, aki elmegy oda, az csak ódákat zengerről a térségről, hogy milyen fantasztikus. Tehát... De nem is kell olyan nagyon messze menni, Tehát ott van mondjuk Törökország, az is már tök érdekes, vagy mondjuk Kazaksztánban, ha ihatsz kumiszt, ami a lóttejből erjesztett undorító alkohol, elmondhatod magadról, hogy itt áll kumiszt, ami annyira rossz, hogy soha többet nem fogsz színi, de ez pont olyan, mint a Transsiberia Express, hogy nekem borzasztó volt, de nagyon jó, és mindig emlékezni fogok rá. Uh -huh. Afganisztánban is voltatok, ugye? Voltunk, hát nagyon jó volt. Ott volt az a vicces jelenet, hogy húztátok keresztül a gurulós bőröndöt a határon? Igen. <laughs> Barikádokból megnéztek, igen, el, az... röhögtek rajtatok, igen. hogy mit csinálnak ezek az eszetlenek itt. Igen, igen, igen. Hát öm... Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a történelmet, és van egy film, amit szerintem sokan láttunk, a Charlie Wilson háborúja. többször is volt említés a Barátság hídról. Az, az a híd, ahol 79-ben bejöttek a szovjet tankok, meg aztán ki is mentek, azt 90-ben amikor megszállták Afganisztánt, és mi azon a hídon jöttünk át, ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy végig ilyen második világháborús játékokból ismert ilyen lövészárkok, így jobbról-balról, meg katonák, meg tank, meg minden, és mi meg ott sapkában, meg nem tudom, mi a rövid újban, napszemüvegben. Üveg, én közben zenét hallgatok, ott megyünk át, és, ő toljuk a kis gurulós bőrönyeiket. Na most én még nem láttam katonát annyira megdöbbenni, mint akkor, amikor egyszer csak azt látja, hogy egy hat ö, magyar turista gyakorlatilag jön egy háborús övezetbe gurulós bőröndel. Hát az, 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 az egy az egy felejthetetlen élmény hát, volt. még nekik képzeld hát, igen. Tökik felöltözve, nem tudom, menetfelszerelésbe, golyóálló mellé, minden, nem tudom, 80 kg rajtuk van, és akkor mellette meg a rövidgatjába, strand cuccba. Hát meg egy júriósra. a nem, 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 ugye muszlim ország, tehát hogy ott a helyből visszafordítottak volna minket. De, de igen, de, de csak két történet, ha már belekezdtünk, hogy Afganisztánban amúgy szintén elképesztően kedves és aranyos emberek laknak. De Afganisztán úgy kell elképzelni, mint Belgiumot, tehát hogy olyan, hogy afgán az nem létezik. Tehát ö, alapból beszélnek rengeteg nyelvet, a darít, ami egy félig perzsa nyelv, a pastút, ami olyan, mint a pakisztáni, de vannak tajzikok, meg tehát mindenféle nyelv. De a népcsoportok is nagyon különbözőek, tehát van szőke szemű afgán, akik ö, vannak Kabultól északra, ott a, a, a Hindikus hegyeiben mindjárt eszembe jut a... Milyen völgy? Na mindenben eszembe jut. Ö, és vannak ezek a majdnem teljesen csoki indiai féle ö, pastuk de amúgy az átlag az ilyen kicsit kleorabb bőrű európai kinézet, az meg a tadzsik. Uh -huh. És vannak a hazarák, akik meg olyanok, mint a mongolok, tehát ők valószínűleg dzsingiszkának így a leszármazottai. Tehát ez egy etnikai ilyen, 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 álom, ha azt veszed, mert tényleg mindenféle ember van, és nagyon érdekes. És a kultúrák is mások. Így amikor bemész, akkor nagyon-nagyon leköt, amit látsz. Oké, okay, 43 fok van, meg hogy elvileg félnet kéne, mert hogy háború van, ugye jelenleg is háború van a tálibok és a kormány között, de, de nem erre koncentrálsz, hanem arra, amit látsz. A csadoros nőkre, hogy tehát mi nincsenek neveztük el őket, mert csak a szemüket láttuk, hogy, hogy, hogy néznek én nagyon szúros szemekkel, hogy te miért vagy itt? Mit keresel itt? Aztán oda jönnek és megpróbálnak velünk kommunikálni, mert így nem értik, hogy miért vagy itt. És ez annyira érdekes dolog, mint hogy felfedezők lennénk, pedig nem. Tehát, hogy csak nagyon ritkán járnak oda nem afgánok, és ez egy nagyon jó érzés volt. Ennyire kuriózom a, a külföldi? Hát mázári amikor a kék Kékmecsetnél voltunk egy órát, akkor hát én azt éreztem, mintha 600 évvel ezelőtt ott járt volna. Jó, nem 600, de mondjuk 250 évvel ezelőtt Vámbér jármén. De amit akartam mondani, a, a Camp Marmal NATO bázisra mentünk, ahol vannak magyar katonák, és a felderítőknek a, a vezetője ö, alezredese, Pálinkás alazredes úr, vezetésével elmentünk az afgán kormányerőkhöz, a frontvonalon túra. De ilyen páncélozott járművel, grúzok voltak a, kísérő erők, baromi nagy élmény volt, és bementünk a frontvonal mögé, és csináltunk egy interjút az afgán helyi, és északi parancsnokságnak az alezredesével, vagy altábornokkal, nem tudom a pontos fő tiszt tisztségét és ö, lement az interjú, majd utána odajött, így elkapta így a válunkat, és mondták, hogy te teljesen hülyék vagytok. Tehát azért velem csináljátok, és nem az ezredessel a, az interjút most, mert ő azt az útszakaszt védi, ahol ti a barátság átjöttetek Mázári Sarifig. És mondtuk, hogy jó, de máshogy még nem tudtunk volna átjönni, csak repülővel. Ha, ez kemény. Egy ilyet hogyan sikerült leszervezni? Kicsit adj egy kicsit ilyen benfentes infókat. Az a jó, hogy ha nagyon erőlködünk, akkor igazából mindenki ismer mindenkit a mai világban. Tehát, hogy most nem, nem, nem akarok ilyeneket mondani, mert ott az Afganisztánban volt például egy interjúnk, amit nagyon kell vigyáznunk, hogy mert több ilyen interjúnk is volt most a harmadik évadban, ami, ami anonim kell, hogy maradjon, mert konkrétan az életüket ö, veszélyeztetjük, és sajnos ez nem vicc. Ti is így kitakarjátok, igen, eltorjítjátok igen, el, igen, a hangot, stb. Igen. Szóval nagyon kell vigyázzak, hogy úgy fogalmazzak, hogy véletlenül se legyen egyértelmű. Ők kérnek ilyenkor. Nem nem kérnek pénzt. Nem, nem, nem pénzt, hanem hogy mondjuk mielőtt rilízelitek, tehát mielőtt kimegy a film, ők visszanézik, leokézzák, vagy valami. Az sem biztonságos, hát simán fel lehet törni bármit. De hogy, hogy te mondjuk nehogy véletlenül olyan részt benne hagy, vagy nem tudom. Megbíznak bennünk. Megbíznak jó, jó. bennünk. Tehát általában itt arról van szó, hogy nagyon el akarnak mondani valamit, uh -huh. és örülnek, hogy rajtunk keresztül elmondhatják. Ez nekünk egy borzasztó nagy kockázat egyébként több szempontból is például a kínai határon fogták a telefonomat, és így lemásolták. Tehát hála Jóstenek nem voltam olyan hülye, hogy a telefonomon bármi fontos dolog volt, de mondjuk, hogyha nem dugjuk el jól a backup akkor lehetett volna be is. Tehát magyarul ezeket az interjúkat, meg bármilyen dolgot leegyeztetni a leg neccesebb része mindig ezeknek az utaknak. Ez, ezen múlik az életünk, meg azon, hogy soha nem maradunk két napnál tovább egy helyen. Aha, de mondjuk kontakt, vagy utánajárás, vagy szerencse? Egyre kevésbé szerencse: kontakt utánajárás. Aha. És nem győzöm hangsúlyozni egyébként, hogy a magyar külügy baromi sokat tud időnként segíteni. Nagy követe válogatja. Tehát van olyan nagy nagykövet, aki biztos se ír, meg nem is telefonál, Soha semmit, de van olyan, aki így konkrétan fogja a kezünket végig és segít, mert érzi, hogy hát ez azért mégiscsak fontos, mert ide, belső Ázsiából, nem nagyon szoktak is stábok, de francia meg angol se. És akkor eljön egy magyar, és akkor megpróbálja bemutatni a magyaroknak, hogy, hogy mondjuk miért van vámbériről elnevezve hívában egy, egy múzeum. Uh -huh. Mert hogy ezekről mi nem tudunk. Uh -huh. Szakmai kérdés viszont ide. Hogy ez nekünk is felmerült, hogy ha valahova megyünk forgatni, akkor mennyire vonjunk be hivatalos szerveket, és jobb-e az nekünk, hogy ők tudnak arról, hogy mi megyünk, és esetleg befolyásolják azt, hogy mi mit vehetünk fel, és mondjuk kicsit, hogy ránk teszik a kezünket, hogy ez jó vagy nem jó, illetve lehet jó is, szituációtól függő, szerinted? Mi azt tapasztaltuk, hogy ez, ez emberfüggő. Tehát ha ismered a. a... Na, én jogászként állok ehhez az egészhez hozzá. Ugye, ha van egy olyan feladat feladatköröd, hogy segítened kell, akkor nem mondhatod azt magánemberként, hogy figyelj, András, nem menj oda, mert az faság. A neki azt kell mondani hivatalban, amit mondani a kell, mert esetleg kirúgják. Na ezt mérlegelve kell ilyenkor eldönteni, hogy kérsz -e segítséget, vagy nem. Tehát mi is mérlegelünk, ezt mondtam, hogy ez baromi nehéz ilyenkor belőni, hol kérsz például engedélyt. Hol nem kérsz engedélyt, ott nem avatod be a külügyet, mert ő kellemetlen helyzetbe hozod őket. Ha belebotlasz egy külföldi ország külügyi alkalmazottjába, mi alapján szimpatizálna veled? Hát ez egy meló. Tehát te az ő szemében egy nyug vagy. És ezért mondom azt, hogy nekünk nagy szerencsénk van a, a, a magyar külügyel, mert ők megértik, hogy mi mit akarunk csinálni, és nagyon sokszor segítenek erőn felül. Most a külföldi országoknál az a Mongóliába volt egy az, hogy így teljesen odáig volt a között lettől, és ők, ők erőn felül segítettek nekünk, de ez Minden volt az egyetlen ilyen. Aha. Igen, igen. Aha. Jó, Storiz egy kicsit delhiről, mert azt hallottam, hogy ott szoptatok elég rendesen. Az a végefele volt már, hogy ott elfogyott a lendület, vagy csak, vagy csak akkor a nagy szívás volt. Én voltam, szóval. Hát, hogy ne sértsek meg senkit. Indulják, um, nem hallgatják a, a műsort. Hát, az a baj, hogy erről én nem tudok, nem elfogultam beszélni. Beszélj, elfogultan, az a semmi baj. Nem, nem akarok elveszíteni olyan embereket, akik mondjuk így tantra jogára járnak minden héten. Most ezt mondom úgy, hogy mi... Na, kezdjük onnan. Figyelj, annan... figyelj. A, Ez nagyon a... nehéz. Most nagyon a... nehezet kérdeztél. Az, hogy valaki mondjuk esetleg negatívat mesél egy országról, egy népről, bármiről, ez benne van a pakliban, mert ez megtörténik ettől, az még tény és való, és megtörtént. Szóval jó, akkor kezdjük onnan, hogy kinek honnan származnak a benyomásai egy másik kultúrából. És most azért mondom, hogy másik kultúra, mert elmegyek mondjuk tudom, Ausztriába vagy Romániába, akkor az annyira nem tud másik kultúra lenni, mert itt vannak ugye mellettünk. De mondjuk elmegyek Marokkóba, vagy mondjuk Portugáliába, és nem értem ezt a siesta dolgot, ugye? Ö, akkor ott, ott lehet nagyon idegesítő, hogy mit itt én, nem dolgoznak, vagy lustábbak, vagy lassabbak, de ez lehet hogy szimpatikus. Ugye a dolcefár milyen az olaszoknál. Na, az indiaiaknál csak ilyen van. Tehát, hogy ott, ott nincsenek közös pontok, ott, ott minden más. A gondolkodás, az emberek, a, a ritmus, a zaj, az a duda, a, a szagok. Ö, tehát, hogy itt igazából nem onnan kell megközelíteni, hogy szerintem a legrosszabb helye a világon India azok közül, amit láttam, mert amúgy igen, de mi van, ha én vagyok a legrosszabb hely Indiának? Tehát India mégis egy szubkontinens. 1,3 milliárd ember lakik ott, a világ kultúrájának jelentős része arra fele fejlődött ki, szóval ezt így nem tudom megmondani, mert én egy ilyen kis dekadens európai vagyok, aki az Európai Unióból a eltévet, oké, egy három hétre, de, de egyszerűen én vagyok túl más. Tehát mi nem vagyunk egy reális mérce ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni Indiát. Ha mondjuk egy iráni azt mondaná Indiára, hogy blablabla, bla, bla, ő kettő között van. van olyan tisztaság van, hogy a autópályán elmegyek bárhol egy wc és van szappan, és minden patyolat tiszta. Ott, 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 ott tisztaság, higiénia, meg kultúra van. Hát Indiában az a kultúra, hogy leesik a fáról a gyümölcs, és ott vagy a majom eszi, meg vagy az ember. És ez ott tök rendben van de ott az a kultúra. Tehát lehet, hogy ő ide jön, és azt látja, hogy mi abát szalonnát teszünk pálinkával, és hülyét kap ettől, mert Jézus Isten. Nekem inkább ami nagyon furcsa volt az, hogy baromira nem nyitottak. Tehát, hogy India egy olyan kultúrhalmaz, amit hogyha én Európában megpróbálok magamba szívni, egy olyan szinten félreértelmezhető világba tévedek, ami Indiában nem is létezik. Na már ilyen kulturálisan nem nyitottak, vagy az emberek nem nyitottak rád, mint külföldi. Az emberek azok majdnem mindenhol a világban kedvesek. Tehát Johannesburgot leszámítva, én nem tudom azt mondani, hogy bármelyre jártam, de találkoztam volna nagyon kedves, aranyos emberekkel, mert az ember alapvetően kedves és aranyos, hála jó Istennek, bárki bármit mond. Mondom, Johannesburgban nem szabad elmenni, mert az egy borzasztó rossz hely. De, de azt számítva, pedig mind a három évben az nagyon szuper volt. Itt, itt inkább azt mondanám, hogy ha mondjuk beszélgetek valakivel arról, hogy eszik-e húst, vagy hogy miért nem eszik marhát, vagy mert ugye ott náluk a szent állat a marha, vagy hogy miért nem esznek disznót. Egészen addig, amíg el nem adják a határ mellett a pakiknak, mert akkor már nem szent állat. Hát igen, vannak ilyenek, de, de most érted, az mondjuk pár ezer ember, de 1,3 milliárd, vagy amikor próbálod nem, nem, nem elmagyaráz, ez nagyon fontos, tehát, hogy nem elmagyarázol, hanem megpróbálod megérteni, hogy miért gondolja azt, hogy mondjuk a vegáknak, mert ugye az Indiában majdnem mindenki vega volt mondjuk 200 évvel ezelőttig, a húst igazából a britek hozták be. Ö, az is nagyon fontos, hogyha Indiában mész, akkor nagyon gyorsan szögezd hogy te nem vagy brit, és nem vagy francia. Nagyon utálják őket, és joggal. Ö, hogy a vega azt állítja, hogy mondjuk a hús az gyulladást okoz a gyomrában. Tehát ezzel én nem tudsz mit kezdeni. Tehát igen, most ahogy te néztél rám, én is itt tudok nézni, és az a max, amit ebből ki lehet hozni. Jó, hidd ezt. Csak ebben a másféle amorf kultúrában annyira nem érzed magad otthon, hogy egy idő után zavar. Mennyi idő után zavart a dudaszó? A kosz egyből? Vagy voltak ennek ilyen szintjei? Voltak szintjei voltak szintjei. Meg India azért azért nagyon változó. Tehát, hogy mész egy tartományt, és már ugye más kultúra, meg nagyon sok minden más, hogy néz ki. Ami fix és állandó, az a 90 fokos, 90 százalékos páratartalom, meg a 30 fok. Mert ugye a Himalája azért hermetikusan lezárja észak felül Indiát, és egyszerűen nem tudsz előzni. Tehát ott állandóan baromi van, baromi nagy párával. Na most, hogyha ezt megfűszerezed azzal, hogy mindenhol ott vannak, nem mindenhol ember van, mindig oda jönnek, mindig oda állnak melléd. igen A személyes tér az sokkal kisebb. Igen. igen. Hát, most Mi nem tudjuk elképzelni ezt itt Európában, hogy hogy lakunk egy, kilen, mondjuk Magyarországon 93 ezer négyzetkilométeren, ö, 10 millió ember se. Zöld minden, van víz. Tehát simán el tudok úgy autózni 10-20 perceket is akár, hogy, hogy alig találkozok emberbe. És egy indiai nem érti, hogy ott miért nem lakik ember, ott miért nem lakik ember, ott még lakhat ember. Mert hogy ott ez van. És ö, ezért ez a zsúfoltság, amúgy Kínában is ez van, csak ott ugye még, még durvább a smog, meg ilyenek, ö, egyszerűen egy idő után kilök magából. Szóval nem lesz India a kedvenc országom. Akkor ebben van ugye ez a love it, or hate it tehát hogy vagy nagyon megszereted, vagy utálod, akkor inkább az utóbbi. Um, persze, persze. Ö, indiának... Visszamennél? Nem. Ö, indiának az a... É, akkor ennyi? De indiának az a része, ami... De ez északi részek, tehát ez a Dharamsala, ahol a Dalai rámának is van a fő hadiszállása, Ugye, miután 59-ben a kínaiak elüldözték, és erről a világ mostanában kezd megfeledkezni, Ö, miután már az összes tibeti kolostort lerombolták, mindegy, ez egy másik dolog, az egész kellemes, tehát ott már a klíma is jobb, az emberek is aranyosabbak, mert ott inkább buddhisták élnek. Ugye Indiának a nagy rész az hindú, és a hinduk azért. Ő... szóval ők nem olyanok, mint a buddhisták. Tehát a buddhista az ilyen nagyon aranyos, meg túl aranyos igazából, tehát ilyen nagyon kedvesek. De a hinduk nem. Nagy utolsónak Indiáról aztán menjünk tovább róla, meséld el a kávé és szendvics vásárlós storytokat, mert szerintem az is nagyon sok mindent elmond a helyi gondolkodásáról. Hát azt annyira jól nem fogom tudni átadni, mint az Almási Miki, a hangmérnökünk, aki imádja a keletet, ő jelenleg is Japánban él, és ő, már csak ilyen, ilyen matiné programnak jön el ezekre az útjainkra, mert imádja, nyilván én is nagyon imádom, hogy mindenki nagyon imádja, ezt máshogy nem is lehet csinálni, de ez neki is sok volt. És ezt ő írta le csodálatosan az úti hogy, hogy tehát amikor azt mondtam, hogy itt minden 180 fokkal másképp van, mint itthon. Tehát, hogy... Tudod mit? azért nem tudom jól átadni ezt a történetet. Egyrészt, mert az a Mikivel történt főkép, és nem akarom ellopni a, 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 kenyerét. Másrészt azért, mert most túl, sokat, túl, sok rosszat mondtunk Indiáról, és még egy jó történetet el akartam az előbb ja, mondani a Derem Szalánál, és mert nem akarom, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy Indiában nem szabad elmenni. Bár volt olyan ember, aki azt mondta, hogy India nagyon jó hely, hogyha elmész az ötcsillagos hotel és az ötcsillagos hotel között egy taxival. Nem, én azt mondom, hogy Indiában mindenkinek el kell menni, mindenkinek. Igen, tapasztalni. Utána haza, és megcsókolod a négyes hatosnak a padlóját. Igu, most nagyon nagy igazságot mondtam, mert ez tényleg így van. Tehát soha jobban nem értékeltem Magyarországot, mint amikor hazajöttem Indiából. De Indiáról azért mégiscsak elmondok egy jó történetet, hogy ugye ott kasztrendszer van a mai napig. Bármennyire tagadják meg a 47-es, vagy nem tudom, 48-as alkotmányukban benne van, hogy ez nem, nem lehet, azért van. És amikor mi csináltunk egy interjút a Delhi Egyetemen, öm, Köves Margittal, aki 40 éve majdnem ö, kint él és tanít magyar nyelvet a Delhi Egyetemen, ami egy csodálatos dolog, tehát innen csókoltatom, hogy ő ezt csinálja és erre az életét rááldozta. A legjobb nagykövete Magyarországnak. Ö, voltak diákjai, akik magyarul tanultak meg rajta keresztül, és mi tudtunk velük interjút készíteni. És rajtuk keresztül megismertünk jó néhány ö, Delhi, ez fontos, mert mégiscsak a főváros, ö, diákot, lányt, fiút. És amikor bemutatkoztak, nem mondták el a vezeték nevüket, csak a keresztnevet. És nem értettük, hogy miért. Ezért kiderült azért, mert a névből meg lehet állapítani a kasztot. És utána így elkezdtünk velük beszélgetni, és engem meglepett az az őszinteség, ahogy erről el tudtak utána velünk beszélgetni, és megnyíltak. És ez baromi furcsa volt, tehát Európában ilyet nem tapasztalsz. Tehát az indiaiakban azért van egy olyan dolog, hogy ő hogy tudnak azokról a dolgokról beszélni, amit szégyelnek. De őszintében, mint bárki, akivel találkoztam, és ez egy baromi nagy emberi előny. Erőny. Na, na, még egyszer, ez egy baromi nagy emberi erény. De gondolom azért, mert ti külföldiek vagytok egymás között, ez mennyire tabu? Arról volt szó, vagy szóba került ez? Elmondták ezt is. A vidéken nagyon tabu, mert egyébként tudják egymásról, Ö, nagyon, most bocsánat, hogy ezt mondom, de baromi rasszista egy társadalom, ahol bőrszín meg név alapján megmondják, hogy te milyen ember vagy, tehát hogy Magyarországon vagy hogy az Európai Unióban valaki azt mondja, hogy rasszista kiröhögön menjen el Indiába és ott ez a mindennapok része több ezer éve tehát, ugye Buthának ebből lett elege és ezért csinált egy külön vallást ami ezeket a stigmákat meg ilyen kaszrendszer dolgokat így elejtette. és azt mondta, hogy mi ugye minden emberek vagyunk de egymás között nagyvárosban meg tudják ezt beszélni. Mert ö, azért ott is fejlődött annyit a világ mögé. Amerika nagyon nagy hatása van Indiára, szóval ezek egyre jobban engedik el. De akkor is, tehát ez egy olyan dolog, hogy egy traumát megbeszélsz egy vaddegennel pár óra után azért ez szerintem elég nagy dolog. Ez az, az. Rasszizmusról jut a szembe Dél-Afrika? Ott nem éreztétek? Mert hát... nekem az volt az a hely, ahol olyan rasszizmus volt, azt éreztem, hogy Úr Isten, hova kerültem, hogy emberek így gondolkodnak, félelmetes volt. Hát dél Afrika egy nagyon rossz hely. kanyarodjunk is át Afrikára. Igen, de gyönyörű, de, de nagyon rossz hely. Tehát, hogy ott volt egy apartheid, amit a világ legnagyobb tiltakozása miatt végül elengedtek, és a fehér uralom átadta a hatalmat a, a fekete uralomnak, ami most duplán visszaél ezzel. És hát most azt hiszem, két hét után nehéz azt mondani, hogy ismerem Dél-Afrikát, mert az ott kéne élni, de nem akarok, mert lehet, hogy akkor meghalnék, ugyanis ott egy ilyen szoftos népírtás zajlik. Jelenleg a feketék magatartása miatt a fehérek ilyen tudom, 5 millióval kevesebben lettek 30 év alatt, mert menekülnek el. Csináltunk egy interjút Malaviban egy dél-afrikai burpára, akik fogvárosban élnek, és abból élnek, hogy 28 meg 29 évesek, tehát mind mi. -mi és Airbnb biztetnek lakásokat. És mondja, hogy minden évben kb. kétszer-háromszor betörnek és kirabolják őket, de ez tök normális Dél-Afrikában. Bele van építve a biztosításukba. Hát mondom, ez, ez szuper. És mondom, akkor miért vagytok itt? Hát, ugye erről nem annyira akarnak beszélni, de azért csak kiszedtük belőlük a srácot. Ö, tarkón ütötte úgy egy betörő, hogy, ö, hogy kómába volt azt két hétig. Majdnem meghalt. És mondta, hogy bocs, nem tudok visszamenni. Tehát magyarul egy etnikai, sőt, hát ilyen, 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 rossz alapú ö, ilyen népírtás van, szoftos népírtás Dél-Afrikában, és erről most mindenki kussol, mert hogy ilyet, ugye nem lehet felhozni ugye a fehéreket, pedig a fehéreket nyírbálják, és ez olyan undorító, mert, mert, nem tudnak mit csinálni, tehát nem segít nekik senkit, amikor magyarokkal csináltunk interjút, akkor mindig elmondták, hogy ezt a témát létszik kerüljük, mert nekik most semmi bajuk nincs a feketékkel, csak mondjuk évente háromszor kirabolják őket, és úgy és ez így az mindennapok része. Hogy vannak fekete barátaik, tök jóban vannak egymással, de most mit csináljon azzal a másik több millióval, aki meg immel akar ölni őket? Te még voltam házakban, úgy néznek ki, mint valami erőd, szöges drót, mindenkinek fegyvere van, azt mondta, valaki bejön a házába, egyből lő, nem kért és sincs, mert Igen. hogy be vannak szívve, ők se gondolkodnak. Igen. Ha most képzeld el azt, hogy fegyverekkel éj. És ilyenkor jössz rá, hogy Magyarország mennyire biztonságos ország? Uh -huh. hagyjuk a amúgy az az engem de... nagyon fölzakadt, ott az volt nagyon. az, hogy kirabolták a hangmérnök Mikit az ATM-nél, és nem, egyszerűen nem tudtuk a srácot utolérni, fél óra alatt úgy, hogy Levet nem tudom hány, ezer forint, hány százer forintot a kártyáról, pinkod nélkül, nem is értem, hogy ezt hogy tudta megcsinálni, bementünk a rendőrőrse, és nem voltak hajlandók segíteni nekünk, mert hogy fejérek vagyunk, és azért meg is mondták. Hát én teli torokból üvöltöztem ott a rendőröket, majdnem összeverekedtünk, meg megmondták, hogy mivel fejrek vagytok, nem segítünk. Aztán végül felvették a jegyzőkönyvet, és nem történt semmi. Szóval, hogy borzasztó egy hely ebből a szempontból, viszont meg gyönyörű. Tehát, hogyha mondjuk valaki teheti, és nyilván nagyon óvatosan, meg nagyon figyelmesen, de menjen el fog földre, mert az elképesztően szép. Elmesélek egy sztori Etiópián, máshol nem tudom elmesélni, de afrikáról Na. hogy miket hallottam ott a, a korábbi elnökről, aki, tudja, hogy hány éces ember van, az nagyon magas tehát a, a társadalomban, és hogy ugye jönnek a különböző NGO-k, akik próbálják a helyieket, hát elmondani nekik, hogy hogyan tudnának védekezni, és a többi viszont vannak a sámának, akik pont a, a saját közösségüknek azt terjesztik, hogy a fehér ember az csak a rosszat hozza, és hogy nem a gumi vagy az óvszer fog téged megóvni, hanem te az éctől úgy tudsz megszabadulni, hogyha egy szűz fehér lányjal szeretkezel. Édes Istenem, erről is hallottam. Ezt terjesztik, és akkor le voltunk teljesen sokkolódva, hogy, hogy úristen, hogy ilyen van, és mondták, hogy nem kell messzire menni, mert hogy az elnöknek volt egy sztoria pár éve. Ennek amikor... a Zumának, ugye? Nem emlékszem a nevére, és ebből egy hatalmas mém lett, tehát az interneten ebből mémek születtek, hogy kiderült, hogy egy, hát egy 18 alatti éces lányjal volt kapcsolata, és amikor ez kiderült, akkor annyit mondott, hát, mi van, hát utána zuhanyoztam. Volt egy beszélgetésünk Fokvárosban egy, egy, egy fekete sráccal, aki ott he, helyben, ott nem is tudom, hogy apostrofálta magát, egy, azt mondta, egy nagyon liberálisnak tekinthető. Mert ugye Dél-Afrikában egy ilyen posztkommunista párt van, ami a kormánypárt ugye Mandela óta. Tehát ő ott az ellenzékinek számít. Tehát ilyen értelmiségnek számít Fokvárosban. És akkor azt mondta, hogy Hát igen, most ezen így szörnyűködhettek, de az a baj, hogy ti ehhez túlságosan európaiak vagytok, ti ezt nem értitek. És akkor így tényleg nem értettük az a helyzet, mert ugyanez, mint Indiában, vagy ugyanez, mint bárhova, van megyünk, hogy nekünk más a gondolkodásunk. Tehát olyan szinten nem arra gondolsz egy szituációból. Itt például most azt, hogy elmeséljük, biztos, hogy tízből nyolc ember azt mondja, hogy hát most mi milyen rasszisták vagyunk, hogy erről beszélünk. De nem, ez szerenéz történik. Tehát vannak földrészek, amik nem olyanok, mint Európa, tehát nekünk nem Európából kell mindig kiindulni. Az a legnagyképűbb, legönzőbb dolog a világon, hogy te azt gondolod, hogy Európa a kiindulási alap. Már rég nem az. Pontosan, igen. És főleg, ha utazol, akkor meg ezt a mentalitást otthon kell hagyni, mert hogy azért utazol, hogy a helyi dolgokat megérts, megtapasztald, meghallgass. Tiszteld. Hallgast. Tiszteld, igen. Tiszteld, igen. mert az, hogy most mit tudom én, ő nem mossa meg a kezét mondjuk vécézés után, én nem tudom elítélni, mert annyi ilyet láttam már, hogy, hogy mondom, abát, szalonna pálinkával. Ő meg lehet, hogy attól kap fülyet. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, és ezt fogadjuk el. Csak annyi, hogy hogy amikor ilyen kettős mércét látok a világban, és mondjuk valaki rasszizmust kiált, akkor azért gondoljon arra, hogy Dél-Afrikában most már csak 6 millió fehér van, a 11 millióból, és a britek, meg a hollandok, meg a németek nem fogadják be az amúgy a saját leszármazottaikat, és Új-Zélandba kell menekülni, csak úgy halka megjegyzem. Mm -hmm. Említetted a kézmosást, ebből eszembe jutott, hogy állsz a, a rosszul létekkel, illetve a hány gyomorrontásod volt, így a három év alatt, évad alatt, mindenhol egy? Hát volt mások, egy idő után már nem számolja az ember, de én ezt nagyon szeretem. Szóval úgy mindenre be vagyunk oltva, bár itt van egy ilyen oltóközpont, ahol ismernek minket névről, és már kedvezményt kapunk, de már nem tudnak lassan mit adni. Tehát olyan komoly bajunk nem tud lenni, hogy esünk valami borzasztót. Egyébként tudom, hogy ez ívós játék, hogy amikor azt mondom, hogy öm, tehát bocsánat érte, de ezek a rosszul létek, ezek kellenek. Komolyan, én az elején így óckodtam, hogy ú, ez most csípős, megegyem, mert hát egyszer tudok ilyen csípősöt tenni itt Pekingben. Megettem, rosszul voltam, két napig utána mentünk tovább. Ez egy ilyen mód. Ha valaki ettől fél, akkor maradjon otthon. Egyébként meg van annyi széntabletta a világon, amennyi kell. A kedvenc rosszul értem az, hogy most a Pamirban volt, Tajikisztánban végigment a csapaton Üzbegisztánban egy nagyon durva, tehát azt gondoltuk, hogy akkor ennél már rosszabb nem lehet. És ő, Mártival, a műsorvezető társammal itt a harmadik évadban, hát megjártuk a hadak útját, tehát 4300 méteren voltunk 3-4 napig. Az olyan, hogy ébredéskor 125 volt a púzusunk, fájt a fejünk, lázunk volt, és így nagyon rosszul voltunk. És akkor adtak nekünk jaktejet. Kásával. Azzal, hogy ettől majd jobb lesz a nem. magaslati betegség? Nem, ez a vacsi úgy, volt. Csak úgy egyébként. Ez aha. a vacsi volt. Ez, a, ez az afgán ö, kínai tadzik hármas határon volt. Tehát még egyszer, hajdina kásás jaktej. Bűdületesen szar volt. Tehát én nem tudom, hogy ettem-e rosszabb, rosszabbat, amúgy de. És hát a Márti az onnantól kezdve így, ilyen full kicsek, így négy napig, tehát így nem is nagyon láttuk, de ugye közben forgatni kellett, én meg tartottam magamban a lelket, hogy amikor éppen nem a WC-n voltam, ami egyébként nem úgy volt, hogy angol WC, hanem a patakból oda viszed a kis vizedet, és az áram nélküli, tehát lámpa nélküli, sötét szobában megpróbálsz egy WC-re, WC-szerűségre idézőjebe ülve megcsinálni a dolgodat, hogy napi 20 és utána leönteni. Na hát ez, ez ilyen dolog. És, és akkor éreztem azt, hogy én annyira rosszul vagyok. Hogy én mindenem, mindenem, fáj. Mert ugye ez a jak, ez nem akar kimenni a hasamból, fáj a fejem, és, és akkor így átszellemültem egy idő után. Mondom, tudom, hogy kérek még egy kis jaktejet. Mert akkor akklimatizálódsz, mert ők ugyanazt teszik, tehát csak nem állt még rá a gyomrod. És ez nem egy csípős dolog volt. És jó volt? Nem, hogy segített, nem, csak nem, nem. De ezért kell nagyon sok alkoholt inni, vagy ájránt, kefírt, mert ez segít a gyomornak ezeket feldolgozni. Ugye ott nekünk már nem nagyon volt alkoholunk, és a kefír meg ugye a jaktáj volt. Tehát itt ez volt a hiba, pont amúgy. Aha. Um, hogy köszönöm, Jaktáj. Uh... Akkor mondok én egy átkötés. Mint Mondj szor. egy átkötés. A uh, harmadik évadban, amúgy ez a, ez a pamír, ez egy visszavisszatérő elem volt, mert uh... Mikor az ember így olvas mondjuk úréről, vagy Vámbéri Árméről, az adott esetben Körösi Csoma Sándorról, akkor ez a név, vagy Pamír, ha nem is nagyon durván, de azért fölmerül. És amikor ott vagy, baromira nem tetszik, mert ez egy, ez egy, ez egy, egy ilyen sivatag gyakorlatilag mindenhol homok meg kő. Viszont van egy olyan bája, mint amit szerintem Indiával szoktak így azonosítani, hogy kicsit így átszellemülsz. Ezt Afganistánban is éreztük, mert ott az emberek most nyilván muszlim vallások ráadásul szuniták, de, de érezed az afgánokon, hogy ők ezt így nagyon elhiszik. És ugyanez volt Tajikisztánban is, hogy ilyen spirituális az egész. És uh, ny nyilván ilyen 130-as púzussal, meg jaktei szindrómától szenvedve, de, de azért valami olyan érzés kapott el ott mindannyiunkat, ott 4300 méter magasan, ami jön, olyan nagyon egyszerű. Ott írtunk egy olyan uh, úti naplót, ami egy ilyen korai Beatles számnak felel meg, tehát egy ilyen Strawberry Fields kb. De mondom, csak jaktei meg a magasság is. És, és ez, ez is egy olyan élmény volt, amit nem fogsz tudni soha az életbe átadni egy dokumentumfilmbe, de még egy filmbe se mert ezt mindenféle ilyen, ilyen, drog meg ilyenek nélkül értük el, de ha arra visszagondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy ott ülök a vendéglátónkkal, né néz a szemem, és akkor annyit mondta, hogy hát te gyenge vagy. Te nagyon gyenge vagy. <laughs> és így mondtam neki, hogy kösz. De igaza van, amúgy. Na és mennyire voltatok gyengék vagy erősek, amikor megmásztátok a kilimondzsárót? Hát arra nagyon büszkék vagyunk. Vagy terveztétek? Vagy... Persze. Te, -te persze. A terve volt. Persze, mert Teleki, Teleki Sámuel volt az első, aki elérte a hóhatárt. És ö, mi nem azért máztuk meg a Kilimanjorot, mert nem volt jobb dolgunk, mert amúgy baromi drága, hanem azért máztuk meg, mert 5300 méter magasan a Miskolci Egyetem 1983-ban egy emléket, egy márványlapot, tehát nem tudom, hogy vitték fel oda, egy márványlapot állított ö, arra a barlangnak a peremére, Ameddig telekiel eljutott, azokkal a szavakkal visszafordul vagy megfagyok, mint a kutya decemberben. És akkor visszafordult 1887-ben, de a, rá egy évre egy német fickó az ő nyomvonalán ment fel a csúcsig, és utána a mai napig mindenki telekinek a nyomvonalán megy fel. Szóval ő ott azért nagy fickó, vannak is ott táblák állítva, meg úgy ismerik a nevét, és ezért mentünk föl. Ö, nagyon nehéz volt a vége. Nagyon nehéz volt. Ö, ugye? Edzettetek rá? Persze, azt nem is lehet másképp ötből négyen ö, jutottunk föl, Kamilának vissza kellett fordulnia, mert ö, egyszerűen nem bírta. Itt a, ezek a gerinc tartóizmok baromi fontosak, de ennek sokkal fontosabb, hogy itt nem, nem szabad fejben egyszerűen elengedni, hogy fölmész, mert nyilván fárasztó, nem kapsz levegőt. Tehát itt ez a legnagyobb baj. Mi Lehet... a teteje? Hány, hány méter? 5.895. Hány 8000. nap alatt? a leggyorsabban mentünk fel három nap fel, és egy nap le. És a probléma ilyenkor mindig az, hogy nem szoksz magyarként ahhoz hozzá, hogy ezer méter fölött is van világ. Most 4000 méter fölött nincs levegő cserébe, mert mínusz fokok vannak, a végén mínusz 30. Tehát nekem két lábújjam el is fagyott. Megvannak? Megvannak, megvannak, mert ugye tehát nem, tehát nem volt nagyon sokáig megfagyva, csak egy kicsit, tehát pont elég volt, hogy egy jó büdös lett, mint egy ilyen tíznapos tarja, meg a, lejöttek a körmök, meg ilyen dolgok. Igen, de nagyon-nagyon de büszkék voltunk magunkra, hogy felmentünk, mert nem engedtük el azt a gondolatot, hogy megcsináljuk, tehát nem adtuk fel. Gratulálok ehhez, mert ez az, azért ott állni az Afrika tetején, az, az nem semmi élmény lehet. Nekem ott a listán, hogy egyszer majd, majd még eddig nem jött el az idő. Hát én mindenképpen bátorítalak, hogy menj fel, mert tényleg egy óriási élmény, a trópusi esőerdőben indulsz el, átmész a mediterrán erdőn, az egészen az ilyen, már csak túlják vannak tájig, aztán a Tundra, Alpesi és ott van a hóhatár, hol szóval csodálatos. De amikor amikor így fenn voltunk így a hegyen, akkor oda a serpánk, és annyit mondott, hogy hát azért annyira ne örüljetek, tudod, ezt a hegyet már megmászta egy tolószékes is. És akkor így mondtuk, hogy hm, köszi, basz meg. De ez igaz, szóval a világ legmagasabb lakossági hegye. Igen. Tehát oda könyv, tényleg... Csak fel kell gyalogolni csak, csak idézőjelben, idézőjel de... de... nem kell. Igen. Volt speckó felszerelésetek? Tehát, ilyen... Nem különösebb. Nem különösebb. Igen, igen. Szóval azért nekünk nagy teljesítmény, mint, mint ugye magyarok vagyunk, és hogy nem nagyon mászunk hegyeket, úgy általában, kivéve ha székely vagy, de svájci valamikor találkozol, vagy hát csak a serpák, akik ott vannak. Tehát ők ugye viszik a cuccokat mert hogy főznek meg minden, többi, Tehát, hogy le a kalap, hogy a, a kalappal, hogy a 60 kiló srác felvisz 50 kilónyi cuccot, és följön velünk a hegyre. De előttünk. Közben meg még így rohangált persze, táborok között. Persze. persze. Szóval ez is egy ilyen európai dolog, hogy nekünk nagy dolog, de valójában nem az. Mennyire drága? Hát, mi csináltunk egy adománygyűjtést, pont emiatt, mert ö, mi kifizettük azt az árat, amit ö, úgy, úgy gondoltuk, hogy ez sokkal olcsóbb, mint amit egyébként ott ö, az interneten találsz. Van is egy nagyon jó ö, szakmai partnerünk, a Safari Travel, és akkor rajta keresztül volt egy ilyen 400 ezer körül egy embernek. De 400 úgy, ezer forint egy per fő. Igen, de úgy, hogy a piaci ár jóval 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 van, és ez csak a felmész a hegyre. Na, és akkor képzeld el, ezt senki nem mondta előtte, és nem tudtuk, hogy ebben nincs benne a serpáknak az a bére. De nem a bére, vagy a, bére, vagy a borra valójuk? Hát na ez az, hogy a kettő... Mert ugye általában, ha befizetsz egy túrára, akkor a a borravalót azt, azt igen, külön. igen, Igen, csak itt a borravaló az a bér. Tehát ők nem kapnak bért, tehát ők a borravalóból élnek. Tehát így volt az a pillanat, hogy amikor lejöttünk a hegyről négy nap után, elfagyott lábújjal, meg azt hittem, hogy a halálomon vagyok, körbeállt tíz fekete serpa, és azt mondták, hogy akkor adjunk már nekik pénzt, mert hogy ők ebből élnek. És mondom, hogy hát mi kifizettük, kurva drága volt. És mondták, hogy uh -huh, de ők a borravalóból élnek, és hogy adjunk már nekik. És akkor mondtam, srácok, rakjuk össze, érted, négy napot voltunk vele a hegyen, tehát nem nálunk volt a pénzünk és akkor volt egy 30 dollár, és akkor félrehívott az Erasmel, akivel nagyon összebarátkoztunk, és mondta, hogy hát figyú, ők egy forintot nem kapnak, ez a 30 dollár, ez meg így mindjárt meglincselnek minket. És így összenéztünk, hogy oké, okay. és akkor összedobtunk nekik valamennyi borra való, de ezen annyira felháborodtuk, ugyanis az ügynökség, ezt nem mondta el, és lenyújják az egész pénzt, és olyan kemény, kényelmetlen, uh -huh. kellemetlen helyzetbe sodorják ott az embert, és ezt csinálják mindenkivel amúgy. Uh -huh. Utolsó sztorit mesélj el még valahogy így tetszett az, a, ahogy leírtátok, hogy a gyerekkatonák, gyerek katonák, és hogy adni kellett nekik valamit, és volt egy, akinek már nem jutott ugyanígy, majdnem, hogy nem jutott neki mit adni, és hogy végig húzta Kalasnyikovot a kocsi oldalán. Igen, ez egy nagyon jó sztori sok szempontból, de az egyik legjobb tanulságom ebből az, hogy ő, aki fél, az Kréta és, és Róma között ha elmegy Európából, ugye, ahogy beszéltük, nem európaian viselkednek az emberek. És legtöbbször az van, hogy hogy félnek tőled. Nem tudom miért, de félnek. És ilyenkor nagyon jó jön az, hogyha egy ilyen Pesti csávó vagy, aki felemeli a hangját, meg nem tudom, ilyen, tudom ilyen próbál erőt demonstrálni. De hát Mozambik az igazából nem egy ország, ott is mindenféle bajok vannak, most ezt hagyjuk, ugye polgárháború tartott 94-től, azt hiszem, nem tudom, 2005-ig, azóta is mindenféle terrortámadás van, szóval nagyon nagy káosz van. És mi ezen az országon mentünk át egy éjszaka alatt autóval, úgyhogy mindenféle ilyen katonai checkpoint volt, és mi később megtudtuk ezeknek, csak a fele volt hivatalos, tehát hogy egyszerűen csak azért nem raboltak ki minket, mert öten voltunk, és mi úgy gondolták, hogy nem fognak öt embert lelőni. De azon az este, amikor ott átmentünk, az al shabab ilyen iszlamista szervezet, szervezet. Igen, terrorszervezet, egy teljes valót lemészárolt. 60 km attól a helytől, ahol mi is voltunk. Szóval itt, itt ilyen vak szerencsénk volt. És akkor itt volt ez, a, amit mondasz te is, ez a ez az isteni csoda, hogy a Mikiék, tehát a hangmérnök, meg a két Gábor, a két operatőrök előrébb voltak egy, mit tudom én, kilométerrel autóval, így pont elkerültük egymást, amikor megérkeztünk ehhez a katonai checkpointhoz, ahol jobb ilyen gyerekkatonák voltak. Ezeket egy nagyon nehéz belőni, egy hány évesek, de mondjuk ilyen 17-16, 18 esetleg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért a test elég hideg van, tehát ilyen 0-1-2 fok, és fáznak, tehát tüzet gyújtanak, be vannak rúgva, vagy be vannak szívva, és ő megállítanak téged, de úgyhogy se előtted, se utánad nincs autó. a legközelebbi település három óra, mert hogy ez földút, a Google Maps szerint nem, de mindenkinek mondom, hogy de. Pembába vezető út egyébként, Malaviból, borzasztó egy út volt, mindegy, most arra nem menjünk ki térjünk ki, és akkor megállítottak, hogy adjunk nekik akkor, amik én sosem pénzt kértek, ez nagyon durva volt. Ö vagy volt, hogy pénzt kértek, de általában nem pénzt kértek, inkább így mondom. És hogy adjunk nekik kaját. Mondtuk, hogy már nekünk sincs, nem tudunk adni. Jöttök, ja, adjunk nekik vizet. Hát már ezt az olivabogyónak a levét iszom. Most már három óra. ,Yeah, nincs. Mindent Na, Mindent márt? elosztogattunk, persze, mert most nem, nem akarok konfliktusba keveredni velük, félig portugáló félig angolul, hogy most miért nem adok nekik vizet. Úgyhogy mondtuk, hogy bocs de az előző checkpointon odaadtuk, és már nincs. És annyira fölhúzta magát ezen a gyerek, hogy így elkezdett így puffogni, meg így beleütött így az oldalba. Mindezt egyébként a legnagyobb mázdival éltük túl, mert hogy a Kamilla mellettem aludt. Tehát, hogy most itt rájött volna, a frász az elég necces lett volna, mert ez hajnal háromkor volt, és, és, így dühösen, amikor beleütött az autóba, akkor a kalasnyikó volt így elkezdt csikorgatni, vagy végighúzni az autót. De most ez egy szponzorautó, ugye nekünk ezt ki kell fizetni, és én nagyon fölkúrtam magam, kirúgtam így az autót, az ajtót, és így ráordítottam magyarul, hogy mit csinálsz. Most nyilván nem így mondtam, hanem sokkal csúnyában. És a volt, annyira megijedt, hogy így hátra esett. <laughs> ugye, nem számított rá. Na most én meg nem gondoltam végig, mert ugye ez úgy, nézett, úgy is kinézhetett volna, hogy közben hogy a rajta van az ujja, és így végiglő. De ez szerencsére simán csak elesett. És, és akkor a másik srác meg is csak főhúzta a sorompot, és mondta, hogy menjünk, 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 menjünk. Úgyhogy mentünk, mentünk, mentünk. Ezért mentünk. neces, tehát hogy azért ott lehetett volna balhéberől ne. Egy főleg egy gyerek, nincs kontroll, be van piálva. Amúgy szerintem ezek pont nem voltak bepiálva. Nem, még piáljú sem volt. Aha. Tehát ez már annak az útnak a végén volt. Mm. Mm, ja. Ajánlom, hogy hallgass meg a podcastban a második epizódot nagy bendegusz, kerekes, székes világjáró Afrikában szivatja magát, és volt, hogy hát hasonló sztorik, de végtelenül, amikor elszedik a székét, és váltságdíjat kell fizetnie érte, és hasonlók. Mindenképpen szerintem. meg fogom hallgatni, sőt a Facebook meg Instagram oldalunkra ki is fogjuk rakni, hogyha ha megengeditek. Persze. Mert azért, tehát ezek azért nagy történetek, mert szerintem ettől leszünk többek, hogy legalább egy ilyet meghallgatunk, elolvasunk, vagy leginkább átéljük. Nekem ezek borzasztó nagy tapasztalatok, mert amikor itt a magyarországi szomorkodás van sokszor, főleg itt novemberben, akkor én mindig csak arra gondolok, hogy most ott van Indiában az a rengeteg ember, akik nagyon kevés ételem, meg, 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 meg lehetőségen osztozkodnak, és mégis boldogok. Afrikában ugyanez hogy mi nem biztos, hogy tudjuk értékelni, amink van. Pedig, hogyha elmennénk időnként ezekbe az országokba, akkor úgy jönnék vissza, mint most én, hogy annyira szeretek a négyes hatoson menni, imádom a százas izó alakú zsörtölődő nagyikat a metrón, átadom mindenkinek a helyemet, és én tök jól érzem magamat itthon, főleg ezért is. És emiatt már megéri utazni. Mikor lesz a következő? Ha minden jól megy, akkor jövő június. Terv, meg vagy hova? Meg, de még titok. Na ne, de, de <laughs> még titok. Hát mondjuk lassan elfogy a térkép, tehát hogy nagyon sok helyre, gondolom Európában ne nem. Nem, Európában. Hát akkor nyugat fele mentek. Hát, vagy igen, vagy nem. Még nem <laughs> tudhatjuk. Hogy... Én nagyon szeretem Ázsiát, úgyhogy valószínűleg még oda is visszatérünk. Igen. Jó. Elmondod, hogy hol lehet megtalálni? Természetesen van nekünk egy Facebook oldalunk, van egy Instagram oldalunk, van egy honlapunk, ami úgy néz ki, hogy www.hungarikumokkal.com. Onnan el lehet érni egyébként a Facebook, YouTube és Insta csatornánkat is, de ezen felül a tv 2 fog menni január 4-től délben, szombatonként a harmadik évad, Teherántól új szigorúan szárazföldön, kivéve sajnos egyrészt, illetve, ami még nagyon fontos, hogy a Mandineren vannak fent ilyen útinaplóink, majd januártól minden részt azzal fogunk beharangozni, ahogy tavaly is tettük. És hát bízunk benne, hogy egyre több embert érdekel, hogy milyen az Operenciás tengeren is túl. Okay. Ja, a linkeket berakom sónócba, Valénk, köszönöm szépen, és sok sikert a további élőben. Neked is viszont kívánok, és köszönöm a lehetőséget. tetszett a beszélgetés, a befektetett munkámat ezen a ponton azzal tudod a leginkább meghálálni, ha megosztod a podcast jó hírét minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha esetleg nekik még új ez az egész podcast műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy hol és hogy tudnak rám találni. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gobbot kedvenc podcast lejátszódban most! Az új epizódokról értesülhetsz Facebookon és Instagramon is, mindkét helyen keres arra, hogy az utazási podcast. Ha pedig az extra tartalomra vagy kíváncsi, csatlakozz zárt Facebook csoportunkhoz. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Kezdjük ott, hol volt, hol nem volt Ha merre mentem, de ott nem jártál volt a világ a kezemben Az üveghegy innen egy égszer volt Az óperencián innen Hetet hét országon túl Királyfiak közül a legkisebb Szegények közt a trubadúr Mindenhonnan küldtem képet Nem vigyázz, kész Rajta maradtál, ha teszed, nézz Világ, Majd elnavigál, aki átsempész Mert nem irányíthat a számom Aki bátor, vissza se néz Ha én tekerek, te ülhetsz a vázon Rajtad a szemem, ami színe a számon Minden a Mindenhonnan küldtem ki. Meg, majd miről mesélek előbb a képet nézd meg de, 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 de. mesélek De előbb a képet nézd Minden honnan küldtem képet Minden meg honnan Hallgass meg majd, miről mesélek De előbb a képet.